Ez egy nagyon régi gép, több mint 5 éves ez a berendezés, kicsi a kapacitása, és igazából ezt szeretnénk kicserélni egy nagyobb, modernebb gépbe. A pékségét szeretné fejleszteni ez a nyíregyházi vállalkozó. A nagyobb kapacitású gép azonban több mint 10 millió forintba kerül. A korszerűsítéshez hitelre van szüksége. Ezért kívánja igénybe venni a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett növekedési hitelprogramot. A hét elején már ki is töltötte az ehhez szükséges igénylést. Tárgyaltunk a finanszírozó bankunkmal, beadtuk a hiteligényünket is, mintegy 25 millió forintos hiteligényt adtunk be, amely jóváhagyásra is került már. Most van folyamatban a hitelszerződésnek a megkötése és az eszközöknek a megvásárlása, kiválasztása. A pékség tulajdonosa a pénzből a dagasztógép mellett újabb üzlethelyiséget is vásárol, valamint néhány teherautó beszerzését is tervezik. A hitelprogramból a vállalkozók beruházásokat, tárgyi eszközök beszerzését, már meglévő eszközök korszerűsítését, kapacitásbővítést, valamint készletvásárlást végezhetnek. Ezen túlmenően a forrás EU-s támogatás önrészére és előfinanszírozásra is igénybe vehető. Ugyanebből a forrásból a hasonló célokra felvett korábbi hiteleket vagy pénzügyi leasinget is kiválthatnak. A program második pillére kizárólag a KKV-k fennálló devizahiteleinek és pénzügyi leasingjeinek forint hitellé alakítására szolgál. A 2013. március 31-e után ástruktúrált, vagy 90 napon túl nem teljesítő hitel kiváltására azonban nincs lehetőség. A hitel egy összegben folyósítható. A Magyar Nemzeti Bank programja a ma elérhető legolcsóbb KKV forrás, ezért számtalan cég szeretne hozzájutni. Ugyanakkor még a megemelt 750 milliárdos keretösszeg is csupán töredéke a fennálló KKV hitelállománynak, így várhatóan komoly verseny indul az olcsó forrásért. A programhoz csatlakozott 36 hitelintézet maga dönt arról, hogy melyik vállalkozás mekkora összeget és milyen feltételek mellett kaphat.